Mérkőzés előtt is úgy gondoltuk, hogy győzni szeretnénk. Idegenben nem szerepeltünk eddig jól, mondhatom így. És természetesen az egy pontnak is azért örültünk volna. Most a mérkőzés után azért nem örülünk ennek az egy pontnak. Több olyan lehetőségünk volt a második fél időben is, amivel feltettük volna az íra a pontot, sajnos nem tudtuk. A Diósgyőrnek egy lehetősége volt ezek a szabadrugások vagy szögletek utáni akciókból gólt szerezni. Végül is ezzel tudtak egyenlíteni.